A kígyósi puszta világa. Szabad kígyós és új kígyós az Alföld Tiszántúli területének délkeleti részén, Békés megyében található két szomszédos település. A múlt, a jelen és a várható közös jövő is szorosan összeköti őket. Szabad kígyós, Ókígyós néven a 19. század elejétől Menkhem József Antal uradalmának központja volt. Ő telepített a pusztára 1814-ben szegedi származású dohánykertész családokat, akik megalapították Újkígyós községet. Az uradalom 1950-ig Újkígyós közigazgatási területéhez tartozott. Ekkor elváltak útjaik, mert Ókígyóst a belügyminisztérium önálló községé alakította Szabadkígyós néven. A megyében végrehajtott közigazgatási átszervezés folytán Szabadkígyós 1977-ben Újkígyós társközsége lett, közös tanács irányítása alatt. A rendszerváltás után Szabadkígyós újra önállóvá vált. Mindkét település a Békési táj folyóktól nem szabdalt területén a mai Békés megye centrumában helyezkedik el. Békés Csabával, a megyeszékhelyel, valamint Gyulával, két egyházával és a Gerendási pusztával határos. Békés Csabát csak Szabadkígyósról lehet vasúton megközelíteni, állomása a Békés Csaba-Bukarest nemzetközi vonalon van. Újkígyóst 1971-ig keskeny nyomtávú vasút kötötte össze Békés Csabával, amelynek szerelvényei Szabadkígyóson is áthaladtak. A személyforgalom nagyobb része az autóbusz járatokon bonyolódik, mind Békés Csaba, mind Gyula felé. Községeink Békés Csaba, Gyula vonzás körzetébe tartoznak. Az 1960-as évektől a termelő szövetkezetek szervezése óta Békés Csabán sokan kerestek munkahelyet, számos diák jár be Békés Csabai középiskolákba tanulni. Gyula 1984-ig járási székhely volt, mindkét település közigazgatásilag ide tartozott. Kórházát, szakorvosi rendelőintézetét, községeink lakói is igénybe veszik. A Békés Csabai Kórház fejlesztése e téren is hozott változást az utóbbi években. Az itt élő emberek megélhetését főként a dohánytermelés, a uradalom, 1945 után a kisparaszti gazdálkodás, majd a termelőszövetkezet biztosította. A két szomszédos város piaca mindig kedvező értékesítési lehetőséget biztosított a gazdálkodó családoknak. A termelő szövetkezetek melléküzemágai, az Áfész által alapított üzemek képezték a helyi ipart. Mindkét település lakosságának többsége magyar, a szomszédos Békés Csaba 1947 előtt jó részt, ma már csak kisebb részben szlovák. Tura a magyar többség mellett román és német, két egyháza részint román anyanyelvű. A rendszeres kapcsolat számos szokás átvételét eredményezte a szomszédoktól. Például az újkígyósi dohánykertészek is építettek olyan előtornácos házakat, amelyek csak a szlovák településekre jellemzők. Az eredetileg szegedi származású újkígyósi családok azonban megőrizték az ősi lakóhelyről hozott tradíciókat. Az uradalom korszerű termelési módszerei, az állattartás kiemelkedő színvonala hatott az újkígyósi paraszti gazdálkodásra, ahol a környező településekhez képest viszonylag hamar alkalmaztak gépeket. Újkígyós és Szabadkígyós az egymástból sarjat iker település, tehát nagy kiterjedésű síkságon fekszik, amelyet a régi térképek Praedium Kígyós, vagyis Kígyós puszta néven jelölnek. Pozícióját az Alföld Tiszántúli területének délkeleti részén a Körös-Maros között határozhatjuk meg, közelebbről a Békés-Csanádi-Lösszhát északkeleti részén, Békés-Isíg nagytájon belül, Békés-Csaba nyugati szomszédságában. A felszín felső rétege homokos lösz és löszös homok. E tájféleség a barna, mezőségi talajok közé tartozik, az alföldi lösznek nevezett vegyes eredetű hullóporból keletkezett a felszín kialakulásánál hosszú folyamatában. Túlnyomóan kvarc homokos anyagában sokféle ásványi törmelék van, amely foszforsavban, káliumban gazdag. A termő humusz réteg vastagsága a 60 cm-t is eléri, jó víztartó és vízvezető képessége folytán kiválóan alkalmas a mezőgazdasági művelésre. A szántók aranykorona értéke 35-46. A jó termőképességű lösztalaj mellett Szabadkígyós területén szikes részek is találhatóak, ezek csak legeltetésre alkalmasak. A szikesedés kialakulásában szerepe volt a folyók szabályozásának is, ami miatt a talajvízszint csökkent,
és az így beállott vízhiány következtében alakult ki a másodlagos szikesedés. Szabadkígyóstól délre húzódik a szabadkígyósi tájvédelmi körzet, nagy erdő, kígyósi legelő, nagy gyöp, amely magába foglalja ezeket a szikes területeket is. A síkterület kisebb-nagyobb térszíni kiemelkedések tarkítják. A régi vízfolyások 50-60 cm mély medrei a tavaszi hónapok kivételével kiszáradnak, néhány helyen azonban maradnak nedves foltok, ahol buja mocsári növényzet él. Ami területünk éghajlati jellemzőit illeti, az utóbbi 50 esztendőből származó mérési adatok szerint az évi átlagos középhőmérséklet 11-11,2 Celsius fok, az évi csapadék mennyiség 540-560 mm között mozog. Az uralkodó szélirány a pusztán délnyugati déli. A talajvíz tükör mélysége az alvégi legelőn 1-2 méter, a szabadkígyós és két egyháza között elterülő részen átlagosan 2-3 méter, ami a táj képén is jól látszik. A puszta legnagyobb erdeiben, a kígyósi nagyerdőben vannak olyan tisztások, amelyek a legnagyobb nyári aszály idején is nedvesek maradnak. Itt a növényzetre rálépve feltör a víz, míg a mocsári növényzet közvetlen közelében már a sziksó virágzik. A szabadkígyósi tájvédelmi körzet területén található a Wenckheim család 19. század második felében épült kastélya több mint 25 hektáros gyönyörű parkkal. Sajátos helyi mikroklímája, növény és állatvilága külön szint jelent a tájban. A kastély körül elegáns francia kertet alakítottak ki, nyírott buxussövény és tiszafák szegélyezik az épületet, a tavaszi virágzáskor különösen szép vadgesztenyefákkal elegyítve. A kastély széles díszlépcsője előtt buxussal szegélyezett ellipszis alakú téren barokkos vonalvezetésű szökőkút áll, gazdagon faragott együttesét nemrég újították fel. A francia kert melletti, körüli angol kert telepítését a kastély építésével együtt kezdték meg. Az Arad megyei Wenckheim családi birtokról földlabdával együtt erős fákat hozattak, ezzel egészítették ki a már meglevő faállomány. Az őshonos erdős pusztai növénytársulás részei a kocsányos tölgy, szürkenyár, mezei juhar, platán. A kert fejlesztése során számos egzotikus fafajtát is meghonosítottak, így az év minden szakában volt virágzó fa vagy serje. Az angol kert átmenetet képez a szomszédos természetes erdő és a kastélypark mesterségesen létrehozott faunája között. Benne tó, partján mocsári típusokkal, uszoda, a gyerekek játszóhelyéül szolgáló babaház is létesült. A ma kedvelt kiránduló helyet a kastély új gazdája, a mezőgazdasági szakiskola gondozza. A sok vihart látott fák, bokrok számos kipusztulásra ítélt madárfajnak jelentenek élőhelyet. Az 1977-től törvényes védelem alatt álló kígyósi puszta és az 1954-től ugyancsak védett kastélypark 1997-től a Körös Maros Nemzeti Park része, teljes területe 4779 hektár. A pusztán a jellegzetes sziki növényzet az uralkodó, a kunhalmok pusztai sztyep jellegű növényzete különösen védelemre szorul, hiszen számos növényfaj utolsó példányai találhatók itt meg. A szikes tocsogós réteg a vizes élőhelyre jellemző növény és madárvilág számára jelentenek megmaradási lehetősége. A megfigyelt 178 féle madárfajból 90 fészkelit, köztük számos Európa szerte ritka ragadozó madár. A terület látogatottsága korlátozott, éppen a növény és állatvilág háborítatlan nyugalma érdekében. A nagy kiterjedésű síkságon 1950-ig Újkígyós volt az egyetlen igazgatásilag önálló település. Ekkor hozzátartozott Ókígyós, József Major, Hursán, Apáti puszta, Makkoshát és a Suppántanya környéke. Amikor Ókígyós, Szabadkígyós néven önálló község rangjára emelkedett, a területéhez került Makkoshát és az Apáti puszta északi része. A határrendjét az uradalom érdekei határozták meg. A majorok szerkezetébe illeszkedett be 1814-ben Újkígyós dohánykertész község. A határnevek régi elpusztult települések nevét, a határ használatra utaló jellegzetességeket a tulajdonosok vagy az ott szolgáló uradalmi emberek emlékét őrizték meg. Pesti Frigyes 1865-ben készült helynévgyűjtése alapján megismerhetjük a régi határneveket.
Adatait az akkori községi jegyző szolgáltatta. Makkoshát a határ keleti részén a gyulai határtól Ókigyósig terjed. A puszta legmagasabb területe, ezért Makkoshátnak, a népnyelvben Makkoshátnak nevezték. Területén található a Dajkakert, ahol facsemetéket neveltek, később innen ültették körbe a falut fákkal. Nevét egy Dajka nevű csőszről kapta. A Makkoshát melletti szántóföld a Csaj, amely a legposványosabb, legcsajkosabb nádas, írta a jegyző e területről. Apáti vagy Apátyi pusztán a jó termőföld mellett szikes területek is vannak a gyulai határ és Ókigyós között. Neve az egykor virágzó, középkori falu emlékét őrzi, amely a török járta időben enyészett el. A pusztától délre a grófi család által haszonbérbe adott földek húzódnak. Wenckheim József Antal már 1848 előtt sem jobbágyi robottal, hanem bérbeadással műveltette meg a hatalmas birtokát. A József Major József Antal gróf nevét őrizte meg, korán elhalt második feleségéről Fejt Annáról pedig az Anna Major területét nevezték el. A falu legelőjén túl az ókígyósiak haszonbéres földjei terültek el egészen a fákkal szegélyezett szegedi országútig. A fasoron, allén túl, a Csorbaföld egykori tulajdonosa nevét őrzi. A Dobozi Földnek nevezett terület egykor Doboz községhez tartozott. Az uraság által Újkigyósnak dohányföldként kiadott területet hosszú földeknek nevezték a helybeliek, mivel hosszú részekre volt szakítva, olvassuk Pesti Frigyes helynév gyűjtésében. Ugyanitt a haleszi dűlők nevének eredetét így magyarázzák, haleszi dűlők, midőn először dohány ültettek bele, ezt mondták, halesz, halesz, ezért hívják halesz dűlőnek. A szörgös, újkígyósi dohánykertészek lassan két évszázada élnek a pusztán, igényességüket dicséri szépen kiépített lakóhelyük, az egykori ókígyósi majorságból hangulatos kis község lett, értékes műemlék épületekkel, fejlett infrastruktúrával, aminek további kiépítése az Iker községgel összefogva valósulhat meg.